Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez már bizony a Baldur's Gate 20. adása, és a következő 1-2 órában kijutunk a Githyanki Crackből, vagy Crackből. Ez a terv. Legutóbb is ott töltöttünk el 2-2 és fél órát. Miután megpróbáltunk ölni ott mindenkit, hát azután szépen kitisztítottuk a tantermet, ahol bejutottunk, részt azt is szépen kitakarítottuk. Itt ezt a részt is kitakarítottuk, aztán voltak a keltetőbe is, ahol találtunk egy Githyanki tojást. Ezt a részt is kitakarítottuk, gyengélkedőt is kitakarítottuk, és hát jelenleg most itt tartunk. Ez a keltető tele van csapdával, de most mi kijutunk, ez így a terv. Úgyhogy... kezdünk is ugrálni. Szevasztok, szevasztok. Pont minap került fel egyébként Pocó, egy Hunt Showdown-os megkukkantás a YouTube-ra is. Már akkor is ott voltál. A tető az mindig kell. Hát figyelj, én amúgy úgy vagyok vele. Ez jó volt, ez jó volt. Én úgy vagyok vele amúgy bim-bum, de ahogy ez itt az internet. Nyilván szép dolog köszönni, de igazából, hogyha nem köszön valaki, hát most akkor mi lesz? Érted? Akkor most mi van? Nekem ez a köldjárás két... Hopp. Nem láttam, pedig elvileg ott van. Ott van. Szóval, hogy izé. Hát, hogy én nem várom el senki a köszönést. Jó, megvan mindenki. Hát a Hunt Showdown-os videó az 6 éve volt, Pocó. Az 6 éve volt. Hogy kifestettük. Nem tudom, el akarunk-e menni pihenni. Hát igazából... Hoppá, F5-öt nyomta. Igazából gél miatt lehet érdemes lenne, de tudunk csinálni egy olyat, hogy van egy ilyen sapka, misztikus helyreállítás, ez az 5. szint felett nem tölti vissza. Igazából megnézzük. Tehát akkor ez úgy működik, hogy egy 4. szintűt visszatölt. Aha, ez meg egy 3. szintűt. Wow. Ezt nem is csináltam még eddig. Ja, és ez többet zabált meg, aha. Hosszú pihenésenként egyszer. Hát akkor elmegyünk inkább pihenni, srácok. Az a biztos. Hát nem tudom, így... Ha... Igazából... Nem tudom, szóval hogy úgy tudom elképzelni, hogy tehát így nyilván személyesen találkozik az ember a másikkal, akkor azért... azért ott furán adná, hogyha nem köszönnénk egymásnak. Hogyha így privátban ráírok valakire, akkor is nyilván... Ha olyan valaki, akivel így nem nagyon szoktunk dumálni, akkor annak is nyilván köszönök, de akivel így ezer éve ismerjük egymást, például több haverommal így beszélgetek, és így nem nagyon szoktunk köszöngetni. Hát régebben még köszöngettünk, igen, de most már csak így ráírunk egymásra, hogy izé ezt meg azt láttuk, azt ennyi. Szóval így, nem tudom.
Nem tudom, nálatok ez hogy van, skacok? Kecske, hús, meg grillezett vörös borda. Te se szoktál mindig? Ez az internet, tehát ez más közeg. Szerintem. Tényleg kb. Csak azokkal, akikkel rég nem beszélt. Nálam az a norma, hogyha sokat beszélek valaki, akkor nem nagyon megy a köszöngetés. Aha. Kell nekem egy állatokkal beszélgetés. Aztán kell egy olyan, hogy látni a láthatatlant. Aztán innen kell a fény lézerre. Ja, online-ság miatt így nem nagyon válunk el. De személyes az nyilván más. Meg most érted, hogyha... Tehát én is, tehát nem azt mondom, hogy nem szoktam köszöngetni online, de hogy... Tehát, hogy így... Nincs ezzel gond, hogyha valaki köszön, de szerintem azzal sincs gond, hogyha valaki nem köszön. Mert ez most olyan dolog, hogy ha valaki így... Valakinek így friss az internet kultúrája, akkor lehet, hogy izé... Lehet, hogy ez neki zavaró. Ugye itt volt a tudós, a Gustil Stornul Gusgon, na ő lesz a tudós. És ő nem tud beszélni, az mondjuk ez. Milyen a magyarítás? Ez a gépi ugye, amit használok a normális magyarításra, arra még sokat kell válni. De ez így, hát amúgy... Én azt mondom, nem rossz egynek. Gustil Stornugos, az orvos meghalt, talán még mindig van mód a Gityanki tisztító eszköz működtetésére. Ja, tehát akkor lehet, hogy ez akkor ment volna, hogyha nem támadom meg a Gityankiakat. Aha. Egy parazita, tele mágiával. Ah, és akkor plusz egy. Trónok pajzsa. A parazita sötét vonzerejét a rátámadó ellenség megbűvölésére irányítatod, ami megakadályozza, hogy a következő fordulójáig megtámadjon téged. Ez amúgy nem tűnik rossznak. Cselekvésed miatt zuhanó sebzés szenvedő lények további 1/8 pszichikai sebzés szenvednek el. Mi van még itt? A támadásai további 1/4 pszichikai sebzést okoznak, de minden fordulóban 1/4 pszichikai sebzés szenvedsz el. Ez amúgy tetszik. Ugye ezt külön kell elnyomni. Olyan erővel ruház fel egy lényt, amely gyógyítja, amikor támad, de egyben sebezhetővé teszi minden sebzéssel szemben. Nem tetszik. A csárma, ami csak akkor működik, ha az ellenfél egyszer tud támadni. Hát ezt kirakjuk amúgy. Gyere féreg, let's go. Ez paladin, amivel én vagyok, srácok. Na ennyi. És akkor ott van? Ez nem az. Gyengélkedő feljegyzések. Szóval ja, én egy sima paladinnal vagyok egyelőre. A Gityanki nevek listája és a gyengélkedőn kapott kezelésük. Köznyelven íródott, a Varl név 47-szer szerepel. Svarsketk, távol álljon tőlem, hogy megmondjam, hogyan végezze a munkáját, de javasolatom, hogy tegyél valamit Varllal kapcsolatban. Elszívja az erőforrásokat, nem is beszélve arról, hogy megzavarja a kutatásomat, és szeretnék legalább 2 napot úgy eltölteni, hogy ne lássam többé. Mondja Gustil. Gustil, aki ugye meghalt.
Szóval ez Paladin, itt van velünk Githyanki harcosunk Lézel, itt van velünk Shadowheart a papunk, és Gale is a mágusunk, szóval jelenleg ez a csapat. Ó. Még egy parazita. Az igen! Kettő parazita. Na és mi van még itt? Az valami le van lokkolva. Mert ez a zuhanó cucc is. Na úgy ennyi. Egyelőre ennyi elég nekem. Na itt vannak a jegyzetei is az orvosnak. Egy hatalmas jegyzetgyűjtemény, amely klinikai pontosággal dokumentálja több mint 200 a köznyelven rögzített illithid parazita boncolását. Azt a rohadt. 200 parazitát boncoltak. A 231. minta. Külső megjelenés megegyezik az előző mintákkal, de a bélszín nem. A belső folyadékok is elszíneződtek, és valamilyen erős mágiával átitatottnak tűnnek. A mágia típusa és célja jelenleg ismeretlen. A mágiáról kell olvasnom ezen a földön. A Tunarati tanulmányaim bármennyire is kiterjedtek, nem terjednek ki arra, ami ez a mágia. Ezek a paraziták szokatlanok. Hasonlóan szokatlan mintákat kell majd gyűjtenem, hogy következtetni tudjak a mintára. Magyad. Ott egy tartály, amit szét lehetne csapni. Megnézzük, hogy ez mit csinál. Gyertek arrébb, team. Hát, megnéztük igazából. Most lehet halucináltam, de mint hogyha kopogtak volna pillanat. Nem kopogott senki, de akkor ez a hang a játékból jött? Nem, mint hogyha a játékból jött volna ez a kopogás hang. De mondom, hát ez nem lehet. Vérbank, palackárvány. Hát ez itt semmi, az is semmi. Hát akkor ez valószínűleg így offos. Ládában nem volt semmi. Na és ott van Zeit-isk. Az eszköz furcsa, feszes húsból és lyukacsos fémből készült. Vár valamire. A Zeit-isk valaki tisztasága desztillálva. A kötelességem. A jogom. Jó, először meg... rajta lézer megérdemled. Először is vizsgálódunk. Sajnos Lajos ostoba, és valószínűleg ezen a csekken nem fog átmenni. Tehát Lajos ostoba. Lajos, miért vagy ostoba? Mennyivel jobb lenne, hogyha ezeken a csekkeken így lazán átmehetnénk? Na majd most. Jó. Majd most, az figyeljétek. Hopp! Na, 17. Az eszköz az illithid anatómia és fémöltözetek zseniális szintézise. Pszichonikus energiától zümmög és utakat mutat az ismeretlen elmék és láthatatlan síkok felé. Állj félre! Eljött az én időm. Mondja Lézel. Rajta lézel, megérdemled. Dicsértesek Lakit, történjék meg! Na nézzük. Lézel, ez most nagyon jó lesz neked, azt mondod? Max, visszatöltjük a mentést, hogyha nagyon nem jó neked.
Most kiszopkodják a parazitádat? Egy láthatatlan penge kettéhasítja az elmédet, lehetetlen fájdalom égeti csontjaidat és testedet, lézeivel együtt. Az éthés pszionikus erői szétzúzzák lézer gondolatait, nincs esélye, hogy ez sietetlenül túlélje. Érzed, hogy lézer elméje szétszakad és megszakad. Ez a megtisztulás. Ez a gyógymód. Tarts ki lézer, a gyógymód megéri a kínokat. Srácok, most nyomunk egy F5-öt. Várjál, várj és figyelj. Na jó, az a helyzet, ezt nem lehet. Tehát itt vannak ilyen lehetőségek, akkor ki kell próbálni. Osztozol lézer gyötrelmében, a koponyájában minden egyes sejt darab kell, konstellációjára törik szét, szétválogatva és újra összerakva. Lézer meghal, ha itt marad. Királynőm, hallgass meg! Ez a dolog úgy néz ki, meg fogja ölni. A látótered beszűkül, a Gitjan kimolt, számtalan kísértetét érzed. Ez az ő sorsuk, ez az ő gyötrelmük. Keresetek válaszokat a Zajcsban, mi ez a látomás? Azt mondja... A készülék megváltoztat téged, illitiddé válsz. Azt mondja, koncentrálj, lézel, a gyógymód közel van. Várunk és figyelünk. Laska, laska gomba, azt mondja. Csontjaidba remeg a csont velőd. A fájdalom mögött egy új érzés támad. A hatalom. Távolítsd előtt, mondja az álomlátó. A parazitád változik, növekszik. Ellen kell állnod a gépnek. Koncentrálj az elmédet, próbálj meg túlterelni a készüléket. Fogadd el a fájdalmat, lézel, légy tiszta. Várunk és figyelünk. Királynőm, tégy engem egészé. Miért esett szét a gép? That was too close. You were lucky I was there to save you once again. A izé megmentette. Wow, az álom manó megmentette. Nem, követtem a protokollt, meg kell tisztulnom. Na, mit mond Lézel? I followed protocol. I kept to my faith. Mégis ez Zajcsik megöletett volna. A Gastil biztos megbabrálta. Egy áruló orvos? Olyan közel voltál a gyógyuláshoz, ha tovább kitartottál volna. A Gastil megrontotta a gépet. Hát ez szívás. Megőrizte a hitét, miközben most írtottátok ki a népét. Hát, na. Amúgy ez szívás. Most amúgy melyikre mentem vissza. Ez amúgy szívás, tehát, hogy itt lett volna egy lehetőség a gyógyulásra, és hát nyilván tönkretették. You feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Lehet nyomni bölcsességes, hívd fel a parazitát, mutasd meg lézernek, hogy mit veszített, illetve tűnj el onnan, lézer, nem fogod túlélni ezt a kint. Bölcsességet nyomunk.
Oké. 30-at. Ja, nem jött össze? Érdekes. Ja, ez se jött össze? Ez mekkora szívás. Hát ezt nem is tudjuk megcsinálni. Tehát ugye most az van, hogy kritelni kell, tehát 20-ast kell dobni krittel. Szóval ez esélytelen. Ja, ez nem is az a mentés volt, amire akartam jönni. Hát ugye egyszer megpróbáljuk. Ennyi. Hát ugye ez nem fog menni ezzel a karakterrel. Hát ez nem jött össze. Ja, hogy akkor ez így nem csak egy ilyen opció volt, hanem ez egy választás. Oké. Akkor viszont a bölcsességeset azt hanyagoljuk. A megtévesztés az még talán összejöhet? Na nézzük, vagy meggyőzés. Ebből is 30-at kell dobni. Halló? Most egyiket se fogom tudni megdobni. Most amúgy erre lehet használni potiont, srácok, hogy megbusztoljam az esélyeimet? Én nem vágom. Nem bántás volt, de van amúgy mindig 20-at dobsz mod. Hát jó, de az... Milyen az már? Meg ahhoz még le kell tölteni ezt a modot is, ami engedi az achievementeket moddal. Ha lehetne, akkor ott lenne és mutatná. Ja, csak én a potionöket meg ilyeneket elraktam a zsákomba. Szóval lehet, hogy van olyanom? Na, akkor azt majd megnézzük. Ez nem fog menni, úgyhogy... Ja, akkor visszamegyek és akkor megnézem a potion, mert ez így, hogy 30-at dobjunk. Jó. Köszi szépen, Dante, a 21 hónapost. Üdv újraid köztünk, Mizu is. Na nézzük. Szóval vissza a táborba, és akkor megnézzük, hogy van-e egyáltalán ilyen. Hogyha nincs, akkor megyünk vissza és... Hát, adunk még egy-két esélyt ennek a dolognak. Na szóval... Ez... mi ez, amit kell keressek amúgy? Ez valami olaj? Vagy amúgy... Nem tudom. Elixir? Ez valószínűleg egy elixir lesz. Vagy bájital? Erőnövelő van. Erőpróba. Ugrás. Gondolatolvasás. Méregellenállás. Pontosság. Ravaszmozgás. Sebesség. Méreg. Mhm. Ja, mi történik? Mi történik, hogyha megdobjuk a csekkeket, Zakika? Mert hogy én nagy valószínűséggel azt nem fogom. Még amúgy adok neki egy esélyt, de aztán elmondhatjátok, hogy a csekk mit csinál. Ha van olyan poti, ami ad bónuszt, akkor azt is felajánlja. Ja, csak... Mivel a ládában van, vagy ládában lehet, ezért gondoltam, hogy visszajövök. Jó, még egy. K-
akkor képes leszel az Ability képességeket bonus actionnel használni. Ó. Oh. Potion of Insight ad bölcsesség. Valószínűleg nincs ilyenem. Valószínűleg nincs ilyenem. Ez már közel volt. Feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Tehát, hogy amúgy 19-et kéne dobják, vagy 20-at. Tehát nincs más opció. Még adok neki egy-két esélyt, srácok, de aztán megyünk innen tovább. Meg lesz az? Hát szerintem offos. Szerintem offos. Ja, F8. Csak nagyot kell dobni? Jó, jó, jó. Mondhattátok volna hamarabb is. Ó, elfelejtettem rárakni a bónuszt. Beadta. Én igen érzem szétválás. Égést. Zétisk majdnem elpusztított. Git Yankee vagyok, nem leszek geek. No, it can't be. It can't. This was my right. That was too close. You were lucky I was there to save you once again. Jó, ennyi. Most akkor. Most akkor mi? Én most nem vágom. Most ez miért volt jó, hogy ezt megcsináltam? Miben volt más ez, mint amikor Lazel szenvedett? Amúgy. Már hogy így látszólag ugyanaz az eredmény. Elvileg Lazel tud bonus actionnel illitit képességet használni. Ja, neki nincs olyan. Neki nincs ilyen egyáltalán. I've got a long road ahead. Flagis will be done. Három csekre adja meg. Micsoda? Have a lot on my mind. And well, in it. Oh, enough waiting. I crave blood. Shouldn't have wished to live in more interesting times. All's well that ends, not as bad as it could have. Can't give up now. Azt nézve, hogy merre mentünk itt. I crave blood. Ja, ez az erő alagút, ez vicces volt. Nálam is három check volt a Hunterbe, úgy emlékszek. Akkor nem a meggyőzéssel kellett volna úgy csinálni? Akkor nem a meggyőzés, hanem a bölcsesség kellett volna? Srácok.
Liza nem kaphatja meg, mert ő előbb kiugrik, mert megijed. Ó, hát akkor ennek semmi értelme nem volt így. Akkor nyomunk egy mentést ide és visszatöltöm. Azért töltöm vissza, mert így elment három, hogy hívjákom. Inspirációm arra, hogy megdobjuk a kritikusat. És amúgy nem történik semmi. Kapott egy passzívot? Na várjál. Megjön. Megérte? Hát én most megnézem. Annak itt kéne lennie, nem? Nincs itt semmi. Amúgy. No time to dally. I applaud your taste. Like it's well be done. Into the shadows. Ho, most látom. Kivétel, ja, hogy így látszódik a kapcsolat, tök király. Közben Lézzel a kapcsolatunk javult elég sokat. Azt megnézem, hogy a többiekkel amúgy mi a helyzet. Shadow által 100, Gale-el 100, és akkor lassan Lézzel is 100. A figyelemre méltó jellemzőknél lesz? Jézusom, mennyi van itt? Én nem látok ilyet, amúgy. What to do? Ők ez a pokolgép, ez tetszik. Nincs, nincs. Na, hát akkor mehet a többi opció. Megnézzük a többi opciót is. Azt mondja, hogy tarts ki Lézzel. Sőt. Nyomunk egy bölcsességet. Azt, hogyha beadja, akkor nagyon örülünk. Hogyha nem adja be, akkor meg szomorúak vagyunk. Na most nagyon szomorúak vagyunk, srácok. Nem adta be. Hoppá, Shadowheart szólt neki most. You sense myriad specters of Githyanki past. This is their fate. Keressetek válaszokat az ágyisba. Mi ez a látomás? Még egy bölcsességcsekket elnyomunk. 21. Hoppá! Lézzel élete az előtte járók között tárul fel, gondolatai ezüst szálakkel alakulnak és továbbítják az Asztrál tengerre. Hallottak hangjai egyenként kiáltanak. Az Aethys összegyűjti a fertőzöttek emlékeit és kivégzi őket. Nem gyógyításra szolgál, hanem gyilkolásra. Reap. Hát ez szívás. Na, és akkor most már lehet nyomni a meggyőzést, meg a megtévesztést. Na, már megy is a meggyőzés. Láttam az igazságot, Lézzel. Ez az eszköz nem gyógyít. Öl. Szóval szeg megdobjuk. Haló? Jó. Azt hittem, egy pillanatra azt hittem, hogy nem. Micsoda? Solva. Lézzel helyesen, érted? Azt mondja, helyesen. Na,
ez az ending, ezt tetszik egyébként. Jó, ezt már mondta, ugye? No, it can't be, it can't. This was my right. Na és akkor teljesítettük. Micsoda, a gát papnő bedrogozott és bebörtönzött minket, azt reméli, hogy elmefalókká változunk. Igen, holdkerte korona, igen. Nathan megpróbált megmérgezni minket, de sikerült lebeszélni rólam. Elengedett minket, de megígértette velük, hogy megöljük magunkat, ha elkezdünk átváltozni. És O'Malone is segített. Jó, ennyi. Megpróbáltuk eltávolítani a parazitáinkat a Gityanki tisztító eszközzel, de nem sikerült, és majdnem megölt minket. A parazitáink nagyon szokatlanok lehetnek. Itt van Orpheus története, illetve Kitrak Vosznak való segítség. Igen, igen, oké. Okay. Jó, Vosz. És itt van a Lathander vére is, nagyon jó. Egyértelmű, hogy az élősködők a holdkelte tornyokból érkeznek, a tornyokból való beszivárgása, a gonosz forrásának megtalálása lehet az egyetlen esélyünk a gyógymód megtalálására. Na, és akkor most beszélünk Lézellel. Követem a protokollt, megőriztem a hitemet, mégis az egy Cetis megöletett volna. Gastiel biztosan megbabrálta. Szevasz, Geri, köszi szépen a két teljes évet. Üdv újra itt köztünk. Ennyire gyakoriak az árulók a Gityanki között? Egy áruló orvos, hogy lehet ilyen biztos? Ez az étészegi elterelés. Megváltoztatták, más magyarázat nincs rá. Vlakitnak biztos van valami célja. Valami terv, amit nem láthatok. Bízom a királynőmbe. Egy nap hamarosan megtisztel érte. Meg kell tennie. Aj. Lézel, fejezd már be. Azt mondja, bízik a királynőjébe, azt ki akarta végeztetni. Gratulál az újabb badge-ethez, Geri. Fűszel fel, mint forró lehellet, de az életnek minden látszata, ami valaha Zétiszket hajtotta, eltűnt. Off. Rip. Rip in pepperoni. Na hát ez ennyi, srácok. Ez ennyi. Na akkor... lábjegyzet. Kell egy olyan végigjátszás, ahol... a Lich királynőnek nem mondunk nemet. Jó? Ennyi. Ennyit akartam mondani, srácok. Na és akkor még annyi maradt, hogy itt körülnézünk. Annyi maradt, hogy itt körülnézünk, és akkor megyünk vissza. Ezt a Gityan kijelentést, azt nem néztük véletlenül? Amúgy. Goblinok lépnek be a területre, sárkányt üldöznek, fenyegetés minimális, javasolt cselekvés figyelmen kívül hagyni. Kerestem amúgy olyan módot, srácok, hogy tehát hogy valahogy megjelölje azokat a könyveket, amiket már olvastam, tudjátok, mint a Witcher mod. Olyan mod van, hogy például a könyvek azok így 0 kilót foglalnak. Azt gondolom, hogy az is mod. De hogyha olyan lenne, mint a Witcheres, akkor azt lehet, hogy így használnám. 370 XP. Hoppá. A létrehozásról szóló... Na, várjátok csak. A krék, élek... Igen, ezt kell nekünk. Sok készletet találtunk a környék, jó a vadászathoz. Gremiska fertőzés, de ez nem okoz gondot. Sőt, hasznos lehet a nem kívánatos látogatók elriasztására. A Rosimon kolostora neve, de úgy tűnik, ezek a szerzetesek sok mindent elrejtettek a felszín alatt. Rengeteg értékes árut lehet találni a föld alatt. A legjobb darabok visszaállítása után elcserélhető. A kincses kamera megfelelő helyszínek bizonyul egy katonai hírszerző iroda felállításához. Úgy tűnik, már most is jó védelemmel rendelkezik. Varga az Inquisitornak kellene állomásoznia. Terezin
a keze alatt tartatja majd. Mert még a TikTok live nem leállítottam, mert nem bírja így egyszer a kettőt, úgyhogy arra majd találok valami megoldást. De most nem megy. Meg gondolnád, hogy a TikTokos nézőket érdekli a Baldur's Gate, de hát amúgy nem. Amúgy a Dark Urge Honor mód az így érdekel az akika. Na, elvileg ott fönt vannak goblin fosztogatók. Lathander szent vére. Ja, az egy olvasmány. Szeretett Morning Lord. Kérlek, hogy állítatos álmélkodással kérjek tőled. Álmélkodást, ja, értem. Egy elhagyatott és elfeledett korban látogattam erre a helyre, hogy szememet a Lathander vérére vessem. Lathander vére. Summerslayerrel vívott szent csatába kiontva, megöröklítve itt, hogy mindenki imádhassa. Szóval itt tartották. Mondja ezt Lajos úgy, hogy amúgy már ott van Shadowheartnál. Lajos, te nem vagy a legokosabb ember. Ezért is bukik meg a bölcsesség csekken. Ilyen hülyeségeket beszél, srácok. Mit tud ez a kar? Hoppá! Szélökés, tekercs, meg még valami. Ezt nem néztük még végül amúgy. Legalább nem minket lőttél el. Konixet nem tennék ilyet. Szóval itt vannak bent goblinosok. Goblin fosztogatók. És ez hova vezet? Aha, itt van egy másik ajtó. Itt jöttünk fel, ugye? Igen, igen, jó. És ez... Aha, hát ez ide vezet, srácok. Itt nincs semmi. Meglátnám mától, csak TikTok streamer lennél, instant mennék, hogy is oda regisztrálni. De hogy TikTokereket az érdekli, hogyha kodoznék mondjuk. Ilyen Residence alvó Baldur's Gate. Meg mi volt még múltkor? Baldur's Gate, Monster Hunter, ez így nem. No. De hogyha mondjuk, hogyha lábbal csináltam volna, akkor lehet, hogy érdekelni a TikTokos nézőket. Az hol van rakva? Ó, nem jó, nem jó. A lézer egy kicsit túl van terhelve. Zsíros palack. Na, és itt van egy újabb ajtó. Az a helyzet, hogy... Tehát, hogy Shadowheart annyira durván elasztja a fényt magából, hogy a sima fények a fegyverekből azok annyira nem látványosak. Jó kis 44-es krit. Ajánlatok leltára. Ez mit tud? A kolostorba hozott ételek és adományok leltára, valamint azok újraelosztása az aladimizsnát kérő között. Aha, oké. Az állatok a barikádba zuhanyoznak? Uff.
kivonatok a hármas szabályt. Sárkány szülöttek történetével kezdődik. Hát ezt most nem olvassuk el. Na várjál. Ja! Lathander, bocsásson meg, ki kell lőnünk a láncsát. Beszélő szobrok soha nem jó jel. Na várjál csak. A szobor beszél, ez figyelmeztetés a múltból, nem kevesebb. Ki kell lőnünk a láncsát, azt mondja. Egy varázslatos szájvarázslat, de aki ezt a varázslatot megszólaltatta, az valószínűleg már rég halott. Jó, ez érdekes volt. Igen, csak olyan akkor, hogyha a Lathander vérét idehozom. Semmi. The monastery's notable keepers. Ja, akkor ez ennyi. És akkor itt volt valaki, akit innen elvittek. Sőt. Sőt, menjünk vissza. Tehát most akkor visszamegyünk. Itt voltak ilyen fura lények. Gremiskák, igen. Alattunk is vannak valakik. Tűha Lajos, te furán ugrasz az helyzet. Gyertek. Ugye itt jöttünk be. És arra vagyok kíváncsi, hogy itt mi van még. Itt találkozhattam volna valakivel. A lábak alatt összezúzott élő voltak. A hajnal úr bizonyára tudja, hogyan kell helyet csinálni az új életnek. Szóval, hogy volt egy... ki is volt az a rab? Volt egy rab. Vagy nem. Volt egy gityanki, aki nem volt hajlandó ölni. És ő volt az, akit elvittek innen. Igaz, srácok? Vagy ez nem az ő hullája volt? Mert volt itt egy olyan hullám. Mondjuk most lehet, hogy meg fogjuk tudni. Na nézzük. A hullám életelenül néz rád. Mit tudsz erről a fegyverről? Elmondta az igazságot. Nem tudod semmit. Miért akartál ennyire elszántan menekülni? Félek, mert hallottam rossz dolgokat. A gityanki kínzásról. Mit keresel itt? Az holdkeltet ornyokhoz tartott az abszolút miatt, válaszolva a hívásra. Mi történik a holdkeltet ornyokba? Gyűjtés, összeolvadás, felkészülés. Mire készülsz? Rendelések a tábornoktól. Milyen tábornok? Kiválasztott. Abszolút. Tehát a gityankik nem kedvelik a kultistákat. Lehet, hogy ez jó dolog. Hát... igen? A gityankik most már... mindenkit kedvelnek. Imádság Lathanderhez.
Dicsőség neked hajnalhoz, ó, a feleségemmel már közel 2 éve próbálunk teherbe esni. De nem jártunk sikerrel, régóta követői vagyunk áldott hitvallásodnak, és minden hétköznap ellátogatunk Rosimondba, hogy oltárodnál imádkozzunk. Kérlek, uram, tudom, hogy már eddig is sokat adtál nekünk, de ha meghallgatod imánkat, teljesítsd ezt az egy kívánságunkat, és tízszeresen találsz minket szolgálatodba. Ez minden, ami most köztünk és az örök öröm között áll. Hiszünk benned, Latander, és hálásak vagyunk fényed sok áldásáért. Köszi. Aha, szóval, hogy ott amúgy be lehet ugrani. What do you mean, too drunk? It's not possible. Hát ő bepiált, azt hiszem. Nem, ez csak sima. Ez csak sima ütés. Vörösbolt zsebre tesszük. Ez komoly, mondjuk a bortartó állványon sima palack volt. Ezek itt szétpiálták magukat? Na. Aha, ezek itt veretik az iszogatást. Nem tudom, ez így hogy működik. Aha, lebuktunk. Ébresztő valaki megpróbálja ellopni a sörünket. Ott van, ott a báj. Ez a goblin bűzlik a szesztől, a tűzrobbanás veszélyes lát. Igen. Azt mondod? Ez jó. Hát milyen durrantottunk. Kösz a lootot. Na várjál amúgy. Jó, még már egy olyan nagy tűzgolyót rájuk. Hát az biztos, hogy itt lesz fia a Longrass, ez az biztos. Na, tessék szépen betölteni gyorsan, kösz. Fura ez a hang. Azt meg kell hagyni. Na gyertek! Az ellenség meglepődött. Azt szeretem, amikor meglepődik az ellenség. Hát ez bónusz akció lenne. Ez jó. És akkor ez ennyi.
ködjárás. Szóval ilyet nem csináltunk még lézellel. Az a nagy helyzet, srácok. Hogy így a ködjárás ez így itt volt, de nem nagyon használtam. Szerintetek öli? Nem ölte. Jó. A lézel akkor így meg is van. Aha. Gél ugye lőtte a tűzgolyót, tehát ő most nem tud semmit se csinálni. Élvezhető játék magyar fordítása? Hát attól függ, hogy mennyire jó az angol tudásod. Please add be. Hát azt hittem, hogy ez most így megöli, de akkor nem. Szent lőszer? No. Jó. Swift and lethal. Gone with the weave. Step by step. Another fight. Let's go. Nagyon jó, nagyon jó. Sima ütlegelést fogunk itt csinálni. Sima. És egy rohamtámadás. Jó, jó, és akkor ott még vannak ketten, plusz ő. Jó, ez így elsőre amúgy szerintem tök rendben van. A szent lőszer mellé egy antiókiai szentkézi gránát dukán. Be kell modolni, az best. Na, hát akkor lézer folytatja. Lézel odaugrik, harcba. Harcba ugrik. Használat előtt hosszú pihenőre van szükség. Ó, értem. Na hát akkor figyelj. Egy hasítást csinálj. Elhibáztad, lézel. Hát ez hogy lehet ilyet csinálni? Hogy lehet ilyet csinálni, lézel, hogy elhibázod? I speak, they burn. I speak, they burn. 12... 7... 7 ja, akkor azt lőjük már meg. 7 HP. Ja, mondjuk pont tűzzel, hát bravo. Na mindegy, amúgy direkt volt, nyilván direkt volt. Shadow Art jön. Nagyon jó. És akkor még mindig van egy. Az mínusz 3 HP. Sima ütés. Nagyon jó. Ott is van, srácok. Az mi? Szürcsölj. Most jött el a mi időnk, srácok. Most jött el a mi időnk. Hogy is hívják azt a varázslatot? Van egy olyan varázslat, mindig elfelejtem a nevét, ami ilyen átok leszedő. Nem emlékeztek, hogy ez melyik? Átoktörés, na azaz. Na a tűzpajzsot? Nem, inkább a... Igen, és akkor átoktörés. A célpont nem átkozott. Sose átoktörés, srácok. Sose. Ja, hogy ő benne volt a hordóba.
Nézzük, én meg itt segíteni akarok rajta. Azt hiszem... Ebbe is? Abba is. Ezek a goblinok, ezek itt most nagyban nyomják a piálást. Jó, még van, ott még van valaki. Várj el, ott is van valaki. Hihetetlen. Az jó, csak jöjjön az XP. Fél úton lassan a 9. szinthez. És még van egy amúgy. Szertartási búzogány. Hát ez kuka. Ez kuka, srácok. Goblin folyóirat. Na, mit írnak? Rajzok gyűjteménye némelyik durván, mint a többi, a legtöbbjükön goblinok látható, különböző fokú mesztelenségben, némelyikük szexuális aktust hajt végre önmagán, némelyikük pedig máson. Az utolsó oldalak azonban már változatosabb témák jelennek meg, egy szárnyalő vörös sárkány, különböző korú gityanki és meglepően részletes boros üvegek. Oké. Ajaj, megint már túlterheltek lettünk. Pincészeti rekordok. Valaki még böfögött is egyet, ahogy hallottam. Lézen amúgy? Mi van veled? I crave blood. Ez nagyon fura. Ez nagyon fura, olyan, mint hogy a lézer beszorult volna. Úgyhogy újra találtak. Nem tudom, mi lehetett itt az ábrázoláson. Na, közben lézer megjavult. Ja, a feljegyzéseket nem néztük meg. A rituális kalapács az kell egy questhez. Itt van fölül egy... igen, amúgy az kell egy questhez, de azt már megcsináltuk. Ahhoz a questhez kellett, egyébként jól emlékszel, amivel Lathander vérét meg lehet szerezni, ami meg már itt van rajtam, ugye? Igen, amúgy... De amúgy...
Amúgy nem feltétlenül az eszkel, nem feltétlenül a rituális kalapács, vagy a szertartásos csatabárd, vagy a szertartásos nem tudom mi kell, hanem azt mondták a srácok, elég, ha olyan típusú fegyvert raksz oda a kövekre. Szóval nem feltétlenül ez kell pontosan, csak ugye ez segítség, hogyha esetleg nem lenne nálad olyan. Ja, én se tudtam, ez ilyen érdekesség volt számomra is. Aha, és akkor goblinoktól innen lehetne följönni. Na jó. Szóval itt van ez az. Ez az a hely. Ja, és akkor ez ennyi. Nem ennyi. Mert nem néztük meg, hogy mi van amúgy itt alattunk. Értek csak? Mert ugye most elmentünk a goblinokhoz. De erre még kíváncsi vagyok. Ez a beszélő szobor is érdekes volt itt. Álljatok meg! Foglald le őket! What? Ez nyitva... kinyitottam? Ja? Akkor mindegy. Jó, hát akkor most már tényleg kész. Akkor kész. Igazából. Ez egy Githyanki engel, ha vala is micsoda. Láttam ilyet, de hát... Igenis. Nagyon jó. Ebben a kőkoromban Githyanki rúnákat véstek, alattuk a köznyelvi fordítás van berajzolva. A Githyankiak által a latanderiai szerzetesektől a kolostor első elfoglalása akkor elvett tárgyak leltára, majd a főbb értéktárgyak Tunaratba való visszaszállítása. Hát gyere velem, te is. Na jól van. Ott egy látogatási napló. Nem tudom, amúgy el sem néztük. Ja, ez hasznos napló. Oké. Dán. Srácok, ez Dán. Na. Most, hogy ezzel meg vagyunk, és lézen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog. Elmegyünk a Mykonid kolóniához. Aztán pedig megyünk a kolostor aljához. Üdv mindenkinek közben, srácok. És végre folytathatjuk onnan a kalandokat, azaz pontosabban éppen, hogy csak bele fogunk kezdeni egy kalandba. I greet you, sun child. Na, gyorsan lepasszoljuk a dolgokat. Fú, azt mondja, hogy súly szerint először is. Githyanki nyíl puska kell a fenének. Mondjuk Lézának biztos, ő biztos örülne, de nem kell. Fürge, mint a macska, ügyességi mentő dobás, és megnő az ugrás. Macska kegyelemre teszel szert, az mit is csinál? Macska kegyelem. Előnyöd van az ügyességi próbáknál, és csak félsebzést szenvedsz el eléséskor. De menő, amúgy. Ellenállás biztosít hideg sebzés ellen. Amúgy az is tetszik. Na, szertartási búzogány offos. Szertartási csatabád is.
Sziasztok, sziasztok, igen, pergetjük a Baldur's Gate-et. Portál volt amúgy a terv, de sajnos hát rosszul láttam. Gyúlékony slime bomba, mérgező nyálka bomba. Na hát ezeket eladjuk most. Van egy olyan, ami dekódol, ugye azt nem adtam el. Annak szerintem más is a jele, igaz? May your travels be safe. Van egy Gityanki izé, ami dekódolja ezt az egészet. Igaz? Fú, Gitya... Annak mi lehet a neve? Mi lehet annak a neve, srácok, ami dekódolja? Vagy már nem kell ilyen dekódoló hozzá? Orpheus, Orpheus. Második rész, áldozathozatal. Amúgy az Orpheusosat lehet meg kéne tartsuk. I greet you, son child. Nem vágja közületek valaki, hogy a Gityanki palákat mivel olvassuk? Vagy az annak az olvasása hogyan történik? Mert hogy ugye szereztünk lent a... Itt, ahol most vagyunk, itt volt egy torony, és akkor ott szereztünk valamit, amivel már tudjuk olvasni a Gityanki palákat. Vagy nem vágjátok mi? Lézer át, ugye... Ja, csak hogy van egy ilyen... item is, amivel mindenki el tudja olvasni. Ha Gityankival vagyok, vagy hogyha odaadjuk a darabot Lézelnek, úgy tudjuk elolvasni. De ezt akkor Lézel csinálja? The careful art of Tirsú Cypher. Aha. Akkor az ez. Akkor az ez. És mennyire adtam el? 7. És mondjuk ezt mennyire adom el? 7. 7 ér veszem vissza, jó, akkor ez az. Köszi! Köszi szépen! Igen, ez az. Ez az, ami kell. Azért vicces lett van. És amúgy miket adtam el? Rozimo, igen, az nem érdekel. Az Illity Dunkról. Nem volt kedvem most, az helyzet, nem volt kedvem ezeket itt megtartani. Egy csomót már olvastam, de nem emlékszem el, hogy miket olvastam. A legtöbb dolgot amúgy érdemes elolvasni. Hát csak azért is, hogy quest progress legyen egyébként.
return. Hogyha ízé, ez ugye akkor hasznos, hogyha nincsen Githian ki a csapatodban, vagy hogyha a lézer például már nem él. Krokika, köszi szépen a 78 hónapos támogatásodat. Köszi. Peregjenek, srácok, a szövegek. Mi? Már is? Hihetetlen. Hihetetlen, hogy kifogytatok. You come across a noble stock mushroom about. You give it here. No. Gods know I've earned it. Három tizenkettő, csak a három sokkal jobb. Árkán erő. Jó. My faith will guide me. Kolbász. Hogy nézzem, hogy a 3-12 az elég jó. Egyébként. Ez volt a buzogány, amit eladtunk, ez volt Shadow Art-nál. Már egy jó ideje. Azok a tőrök, ugye ezek a goblinok cuccai voltak. Jó. Hát csináltunk egy kis pénzt. Hát én mindig kifosztom őket a vagyonokból. Na jó, mehet az F-öt, és akkor most jön az, aminek már egy ideje mennie kellett volna. Emlékeztek, hogy hova akarunk menni? Nem a Githian kikeltetőbe, az biztos. Nem a Szirthez. Sárkeszt az árnyékok határán? Az árnyékok határán, gondolom. Köszi szépen a szvegpergetés, srácok. Krokikáltak. Jeges. Jeges, köszi szépen a 79 hónap töretlen támogatásodat. Jeges még mindig tartja a topos 79 hónapot. Na, beszárok már én is itt a szegpelgetésben. Már majdnem ott vagyunk, nem hagylak cserbe, úrnőm. És itt közben azt mondja Sár, hogy még egy teszt vár ránk, ereszkedjetek le az éjjeli énekhez, hozzatok áldozatot, támadjatok fel sötét igazságtevőként. És ott van Shadowfell bejárata. Az irgalom ajándéka, a sötétség ajándéka és a titok ajándéka. Szabadíts meg az éjszakai anya kegyelmét ellenségeinek. Borulj be a legfeketébb éjszakába. És bízd titkaidat az éjszakára. Hát ugye ami szívás, hogy rövid pihenő, az kell lézelnek? Hát nem is tudtam, hogy a felsőbbrendűségi kocka lézelnél az így töltődik. Zsír. Hát akkor mehet. Ennek kell lenni az utolsó lépésnek. Imádkoznom kell. Csak Lady Shar kegyelméből jutottunk el idáig. Only by Lady Shar's grace did we even make it this far. Használd a parazita erejét, tapincs bele Shadow Art elméjébe. Let's go! Ez nem fog menni. Ez sikerült. Érzed, hogy elméd átcsúszik Shadow Artébe, de nem te vagy az egyetlen jelenlevő. Van egy másik, ősi parancsoló. A legtisztább sötétségből készült. Shah. Shah. Take my spear.
Fogd a nendzsám, lépj előre és üsd le a szelunitát. Ahogy parancsolod, Mazinger. Most menj! Melegítsd meg a pengémet a holdra szelt vérrel, és vigyázz a társadra. Sír a gondolataidban. Shadartnak nem tetszett, hogy beleolvastam az elmébe. Ezt nem neked kellett volna hallanod. Megérdemlem, hogy tudjam, mire vállalkozom. Ez egyszerű. Sharul nem áldozatot követel. Egy életet. Nem itt számítanod, de a jutalma egybeesik a te érdekeiddel. Egy élet túl nagy ár. Kérlek, hányan lélegezték ki az életüket csak azért, hogy ideig eljussunk? Bízz bennem, ez segíteni fog nekünk. És milyen élet? Amúgy menjünk tovább. Csak emlékezz arra, amit mondtam. Ha tegyem, amit kell. Jó, amúgy bízzunk Shadow Heart-ba. Csak előtte megnézzük, hogy hogy állunk. 100%. Kivételes kapcsolat, srácok. Nem tetszett Shadow Heart-nak, de attól még... A társaságod összegyűlt. Készen állsz. Legalábbis reméled. Biztos, hogy folytatni akarod? Választásaitól függően a régió állapota megváltozhat, az egyes aktív küldetések elérhetetlenné válnak. Let's go! Ahogy belelépsz a csendes vízbe, idegen rettegés járja át az embert. Fölfelé kanyarodik a lábadon, szorosan, összeszorítva. Ha más nem, legalább látom, hogy mi van itt. Négy új napló frissítés érhet rám. Húha! Na. Lady Shar, érzem őt mindenütt. Ez az ő területe. Ez az árnyék felleg. This is the shadow fell. Jó csináltad. Jobban, mint ahogy azt én gondoltam volna. Most pedig siess és légy tanulja a mester művemmel. Ez a sötét úrnő birodalma, ő nem tartozik ide. Mi ez a hely? Az árnyék falu, vagy legalábbis egy kis zuga, amelyet az ereke elhelyezésére alakítottak át. Hogy kerültél le egyáltalán ide? Követtelek. Úgy tűnik, Shar még mindig haragszik Thorn tábornokra, és ezért próbáltam megakadályozni, hogy az ő nevébe lépjek be. Szerencsére te voltál a tökéletes ügynök, aki segített nekem elcsúszni a védelmén. Most már az éjjeljének elérhető közelségben van. Meg... tényleg megéri az erekjem? Kétség árnyéka se fér hozzá, de ne higgy nekem. Jöjj, nézd meg a saját szemeddel. Na, Night Song Prison. Könnyennek érzem magam, termentesnek, mintha a legfinomabb lökés is el tudna sodorni. Na, várjatok. Ó. Ó. Ó-ó. Ó-ó. Kettő dolog se fejeződött be. Ez csak kettő dolog. Ó.
Hopp, spoiler, győzd le Baltazárt. Jó. Szóval... na, eljátok. Szóval melyik is volt az? Nem volt, igen, ez nem az. Asszus. Igen, szóval egy ez volt, az Benrin, a másik pedig... Hú. A mestermű fegyver. Na. Majd a kövű végigjátszáskor, az a gond, hogy... Azt mondjuk nem tudom, mikor lesz. 2 darab küldetés maradt. Jó, ez amúgy nem tűnik vészesnek. Ez egyáltalán nem tűnik vészesnek, főleg, hogy most már nem ezért lézelse. Szóval 2 küldetés. Csapdába esett ember. Na, ez kell nekünk. Benrin hozományt említett neki és a feleségének. Igen, ezt nem vágtam, hogy ez most hol van. Van, tehát hogy... Most hova menjek-e ezzel kapcsolatban? Mert ezt így nem értettem. Azt mondja, hogy Nautiloid lezuhanás régió. Ugye ezt a küldetést a Vokinos... Vokin izénél vettem fel. A Vokin pihenőnél. Miért kaptam egy hátizsákot? Szóval, hogy ezt itt kaptuk fönt, és így erre nem jöttem rá, hogy ez most így micsoda. Érdemes lenne megkeresni a hozományukat a csapdába esett embernek. Szerintetek ez hol van? Srácok. Nem vágjátok véletlen? Most már ugye lehetne velük beszélni. És ez a csóka itt volt fönt. Hát ez már nem is tudom, ez nagyon régen volt. Na ő az. Not for communal use it seems. Let's keep you. Not for communal. Tempers are rising. Jó. For science. Oh. A pajtában van a gyűrű. Oké. Okay. Amúgy igen, hogyha elkészül a rendes fordítás. Szóval ő így zokog. És mit szól, hogyha nyomunk rá egy ilyet? Maga egy médium? Beszélni fogsz vele? Hoppá! Megkérdeznél tőle valamit a nevembe? Na. Mit akarsz? Hol a hozomány? Pajtába. Biztosan a fogadó mögötti üres épületek egyikére gondolt. I trust you to get it for me. Bízom benne, hogy elhozza nekem. Nem hagyhatom itt. Hogy? Miért voltál a fogadóban? Nővére esküvőjére akart utazni. Hogyan haltál meg? Ja, a csapdába esett a férje. És hol van Benrin? Bent a szobában a legfelső emeleten. Ki vagy te? A Mirelit. Na.
Hát, igazából kaptunk választ a kérdésre. Fajta. Pajta a kocsma közelében. Ugye pajta az itt van. Szóval igazából beszélni kellett volna vele, és akkor már meg is tudjuk. Amúgy ez rohadt jó. Azt mondja, egy médium vagyok. Egy médium. Eljövünk már ide, kíváncsi vagyok, hogy itt jelezze nekem valamit. Tehát ez a pajta, nem? Vagy emez? Emez lenne? Yes. Mit mond az ökör? From New Horizons. Nem tartozol közéjük. Semmi baj, mi történt itt? Monsters. A szörnyek támadtak, a szörnyek kisebbek és nagyobbak. Elvitték a fényeset, sokakat megölt. Ismered a kint döglött ökröt? Ő volt a legnagyobb, most pedig ő. Megölte a goblint, rávette, hogy abba adja a sikoltozást. Az micsoda ott? Ja, te a házjelölés. Szóval én ezt a helyet, az első kis pajta jobbra. Szóval én úgy emlékeztem, hogy ezt a helyet átnéztem, de akkor ezek szerint... Ott van, hozom egy gyűrű. De akkor ezek szerint az a pajta kimaradt. Ja. Én úgy kezdtem, azt hiszem, hogy oda mentem, és akkor itt kellett mondani a jelszót. Érdekes volt. Semmi gond, Konarát, én kérdeztem. Én kérdeztem, mert nem igazán értettem, hogy ezt most hogy kéne. A hozomány? Megtartom. Amúgy... Ezt meg kell nézni. Te? Mi? Jól van, remélem megfulladsz tőle. Mi az a néhány érme? A nővérnek nem fog hiányozni. Egyedj meg, hogy bocsánatok, azt kérek Lézel nevébe, uram. A tapintatlansága minden gyúk számára teher. Ja, természetesen nem ezt fogjuk nyomni, de amúgy erre kíváncsi voltam. Mi van, ha megtartjuk magunknak a hozományt? De én nem hoztam el a ládát. Tessék, odaadjuk. Mit szól ehhez? I know this doesn't change anything. Hát köszönöm. But it helps. Egy kis időre lenne szükségem vele, hogy elbúcsúzhassak. To say goodbye. Na hát akkor egy küldetés megvan. Tehát, hogy ez így most megvan. A másik küldetés pedig, emlékeztek, hogy melyik volt? Fejezzük be a mesterműfegyvert. A mesterfegyverek tervezőjét megtaláltuk, csak némi kérekkel ahhoz, hogy kovácsolassunk egyet, egy susurfa kérgem. Hát én nem tudom, mind adott neki oda istok. Igazából nem néztem meg, de én örülök, hogyha azt mondja, hogy ő örül ennek. A ládát is odaadhattuk volna. Szerintem itt most már nincs más opció. Ja, ez annyi. Keres egy susurfát. Susurfa, susur. Nincs ilyen susurfánk. Nagyon rémlik ez a susurfa. Susurfa. Meg kell néznem, hogy ez melyik. Susurfa.
Hát ez a világítós fa pedig az lent van. Hát nem tudom melyik a legközelebbi teleport. Susurfa, ja? 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 Tehát hogy itt, itt konkrétan. Susurfa. Ott van egy. Ja, hogy ő most támad? Oké, okay, akkor támadj. Lent volt ott a toronynál egyébként egy. Nekem jó lesz ez is. Jó, és akkor még lövünk. Ja, kérek kell a virágmás. Kritikusan elhibázva? Mit hibáztunk el kritikusan? Ja, hogy ő a védelmét hibázta el kritikusan? Ja, lehet, hogy én hibáztam. Gyere! Ő milyen veszélyes volt egyébként. Annó. Szóval akkor nem ezt kell, azt mondjátok. Egy kérdés. Nem kell elmondanatok a megoldást, hogy ide menj, hogy ott lesz a jó neked, hanem azt mondjátok el, hogy nekem most itt kéne lennem a misztikus toronynál, vagy jó ez itt is, ahol most vagyunk. Aha, oké. Okay. Megvannak a tervek és a kéreg. Most már csak egy hely kell, ahol mindezt megmunkálatom. A kovácsműhelyben levő kovácsműhely is megteszi. A kovácsműhelyben levő kovácsműhely? What? Most vissza kell mennünk a kovácsműhelybe. Ugye, ha jól emlékszem, akkor volt valami ilyesmi, ami a toronynál volt. De az nem az? Az nem az, nem, srácok? Nem vágom, hogy most hova kéne menni. Milyen a kovács műhely? Az melyik? Melyik pontnál van? Elég, hogyha azt mondjátok, hogy hova teleportálja. Mert most így, az lent van a véglejjebb, a Greenforge körül, nem? Ott van valami kovács műhely. Blighted Village. Az a lerombolt település lesz. Aha. Ó, megvan, tényleg. Tényleg, itt volt valami. És ide lemehetünk volna úgy is, hogy a izé fészerből, vagy mi az. Oké. Okay. Az a gond, hogy ezek a dolgok már olyan rég történtek, hogy már nem emlékszem a küldetésekre. Köszi szépen a helpet. A helpinget. De Lézel tovább esett? Azt jól láttam.
Na, és akkor olvasztó kemence. Azt mondja, hogy megvan a susurbárk, vissza kell menni a kovácsműhelybe. Itt kéne lenni olyan cuccnak, ahol be tudjuk tenni. Igen, ez volt. Én berakom. Tessék. A bark is in place. Now for a great sword, dagger or sickle. Asta. De durván néz ki. Most egy nagy kard, tör vagy sarló következik. Ide most mit kell tegyek, srácok? Én értem, nagy kard, tör vagy sarló. De hogy így... Ti mit tennétek ide? Bármilyen kardot? Itt találsz sima szürke. Azt szerintem már itt nincs semmi. Jó, ott van rövid kard. Én ezt a helyet már nagyon kilútoltam, úgyhogy szerintem már itt nincs semmi. Háromból egyet tudsz, és csak sima jó. Tehát olyan kard, ami fehér, gondolom én. Egy fehér nagy kard mondjuk. Hát akkor, elmegyünk ezzel a Mikonit kolóniához. A Git Yankee kard az jó például? Amúgy, baszeg, hát most megnézzük így, hogy yes. Milyen. Dübörgő kemence várja az áldozatot. Cukorkás édes illat árad. A lángó közül a füstölgőkéreg átjárja a fegyvert. Lángok elpattognak. A tűr a tiéd. Susurtőr. Elnémítja a célpontokat találat esetén. Wow. Ez az amúgy elég epik. Akkor viszont kellene a nagy kard. Most már csak az a kérdés, hogy a Git Yankee nagy kard az működik-e? Illetve, hogy maradt-e nálam? Vagy eladtam mindet? Ha eladtam mindet, akkor megpróbáljuk visszaszerezni gyorsan. Perhaps Amelium is right. I should get a mask. I greet you, son child. Jó, ezek itt vannak. Nem vágom, hogy mikor ürül az inventoriuk ezeknek a vendoroknak. Ha sima szürke, akkor működnie kéne. Hát ugyanolyan fehér volt, mint a tőr, szóval azért gondolom, hogy ez... Az működhet, mert hát végül is az nagy kard. Ott van, és csak? Hosszú kard. Bibba bang. Elrombol település. És akkor most máshogy megyünk. Hogy is kell menni? Innen. Ez long sword? A nagy kard az miben másabb? Long sword helyett great sword kell. Jó. Na akkor szerintem az a helyzet, hogy olyanom nincsen. Erre lehet valahogy keresni?
Szóval Great Sword kell. Great Sword, ez is hosszú kard. Hát igazából... hát most is amúgy az a tippem, hogy én ezeket a fehér cuccokat eladogattam. Tehát bízom benne, hogy akkor itt vissza tudom venni. I greet you, son child. Rövid kard. Hosszú kard. Hosszú kard. Hát akkor ez ennyi. Akkor nála nincs, és nem is adtam a hosszú kardot. Amint hogy Great Swordot. Azon agyalok, hogy kihez lehetne menni, hogy legyen egy Great Swordom. Ribbit, you come across a noble stock mushroom about. You give it here. Gods know I've earned it. Kétkezes kard az lehet? Azaz? Na, ezt akkor visszavesszük. Köszi szépen. Én úgy vagyok vele, két emberem van, aki kétkezes kardot tud használni egyébként, mármint aki ilyen pallosokkal lóbálózós. És akkor, hát hogyha ez is ilyen célpont elnémítós lesz, akkor ez valószínűleg hasznosabb lesz, mint egy tőr, amit amúgy nem nagyon használok. A kard elkészült. Elnémítja a célpontokat a találat esetén. És erősebb, mint a mostani. Csak ugye az adamantin hosszú kard az ignorolja a rezisztet. Na nézzük. Nice. Köszi szépen, srácok. Ha várjál, a hosszú kard mellé amúgy oda lehetne még valamit rakni. Egy kolbászt. Hát igen, ez egy elég menő kard. 6-16. Jó, itt lesz nálunk. Nice. Na, akkor most már megvagyunk. Most már az árnyékok határára megyünk. Ez a kettő küldetés hiányzott, és amúgy tényleg nem volt asszú, főleg így, hogy segítettetek. Itt tényleg nem volt asszú. Kétkezes így is sajnos, és a kolbász nem játszik? Na bakker. De azt hittem nem jött mindenki. Na, jó, mi? Shadowheart? Shadowheart csendbe folytatja imáját. Később lesz, hagyjuk őt imádkozni. Rendben, nem kell előttem rohanni, készen állok. Mi folyik itt? Semmi, csak a tisztelet jelen, higgyel, nem akarja, hogy ne legyen elégedetlen vele. Jó, igen, let's go. Skip. Szóval...
Mi ez a hely? The Shadow. Igen. Tényleg megéri? Igen. Jó. Na. És akkor... Igen, meg lett. Győzd le Baltazárt. Szerez vissza a Night Songot. Esély a gyógymód megtalálására egyre kisebb, de folytatjuk az utunkat. Baltazár követett minket az árnyék felekbe, az erekét akarja megszerezni, és sietnünk kell utána. Na! Na most! Na most, srácok! Na most! Nyomunk egy rövid pihenőt. Let's go! Élő árnyék, bosszúálló. Csak egy kicsit messzebb. Lásd a tetteimet, Lady Shara. Hallgass meg a hitem szavait. Ezt itt bekapcsoljuk, hogy lássa, hogy miket beszél amúgy. Áldott éjjeli énekes. Légy tanulja imádatomnak. Kicsit nagyobbakat ugrálunk. Öld meg! Szállj le hozzá! Hallgasd meg őt! Öld meg! Legyőztem ellenségeiket! Kiürítettem a szívemet a hazugságoktól! Adod ide? Lady Shara akarata teljesüljön! Oly biztos, mint az éj leszállása! Már majdnem ott vagyunk, tovább kell mennünk! Erre nagyon kíváncsi leszek, srácok. Élisára akarat elteljesüljön. Olyan biztos, mint az éj. Talán igazad van, talán egyáltalán nem vagy képes érezni. Kérek, Aylin, kémjélj meg! A sértegetéseid már évekkel ezelőtt elfáradtak és elhasználódtak. Mondja Baltazár. Na. Baltazár, azért jöttem, hogy még több rácsot tegyek a ketrecemre. Vagy talán egyenesen a szívembe vezetni ennek a leendő igazságoszlónak a tengelyét. McLeavelak, téged halmoz még több bűnt a fejedre. Megtolásom annál édesebb lesz értük. Ennyi idő után még mindig nem értékeled az ajándékokat, amiket adtam neked, Aylin. Szomorú látni, hogy egy szépség nem ismeri fel a saját értékét. De Hormtábornok, ő nagyra értékeli ön, és azt akarja, hogy a közelébe legyen. Ezért vagyok itt, hogy visszavigyem hozzá. Ketherick. Örülök, hogy meglátom őt ennyi száz év után. Őt, akinek a halhatatlanságát a lelkemmel biztosítom. Hormtábornok. Biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobban fog viselkedni előtte. De a biztonság kedvéért tettem néhány óvintézkedést. Elég nagy koncentráció lesz szükség, hogy Aylint biztosítsuk a kis utazásához. Várjunk csak, az éjjeliének egy személy? Személy? Kérlek. Ha megsérti őt, engem sért meg. Aylin sokkal több ennél. Ő egy Asimar, aki egy általam készített lélekkalitkához van kötve. És halhatatlan erejét Tom tábornoknak adja. Az ő ereje, az ő akarata és az én zsenialitásom. Egy felülmúlhatatlan teljesítmény.
A leggyűlöltebb tévejgések. Szegény Baltazár, mert a férgek már régen megették az agyát. Fogd be a szád, Aileen, vagy megint elveszem tőled. És te? Nincs több kérdés. Nincs több beavatkozás. Ha ő az oka annak, hogy Catherick Thorne sebezhetetlen, akkor nem viszed el. Távozz, vagy halott ember vagy. Halott ember. Nem figyeltél, ugye? Talán feléleztem a test, a tetemed, és felveszlek a kísérletembe. Akkor a világ összes ideje meg lesz, hogy átgondold a hibáid. Rövidre fogjuk ezt a dolgot, mondja Baltazár, a level 8-as parancsnok. Na, azt mondja, hogy ő akar varázsolni egy betegség sugarát, és mi azt mondjuk neki, hogy ellenvarázs, pszionikus vízhatás. Aszkom! Ez mi? Hite hagyott romboló? Basszus. Nem baj, akkor is oda megyünk hozzá. Túl messze van. És így? Az is túl messze van. Mindenféleképpen túl messze van. Jó, akkor ezt lecsapjuk. Elhibázva? Amúgy... Az is túl messze van. Mi? Na, erről beszélek. You've made a grave mistake. I am fury. I am death. Odaugrunk így. Jó. Swift as my feet can carry me. Hát az nem volt egy okos döntés részemről, az a helyzet. De ezt most már ti is tudjátok, hogy az nem egy bölcs döntés. Most ez az, hogy ők nem tudnak oda átugrani. Is that blood? No, never mind. Szóval, mivel látom, nem mozdult meg sem ennyire se a chat, az történt, hogy Shadowheart-ot lelőtték. És meghalt. Miközben mellette haldoklott Gale.
unkind. I could never. But Ketch, keep back. It will. Rambling. Hold your tongue, Aelin. Dead man. Let us make short work of this. Hát ez nem a legjobb szenárió lett is, srácok. Na, F5-öt nyomok. Na. Ködjárással oda megyünk. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Azt a rohadt. Ez egy nehéz harc, aki nem így kezdi, az nem is érti. Most ugye elfogytak a felsőbbrendűségi kockáink. Az ott mi is lélektörő. Az ellenség testét és lelkét megrongálja, és esetleg elkábítja. Nem találsz. Mondjuk ennek a lelkét... Bolond, azt hiszed, ha leütöd a testemet, az lesz a végem? Hát ki kell próbálni. Ki kell próbálni. Messze van. Tűha. Jó, akkor nézzük, hogy nekik mi az, ami fáj. Méreg immunitás. Jó, akkor. Tudjátok, mit kell most? A hit védelmezőjét lekérjük. Mi? Nagyon jó. Nagyon jó. Hát de ezek csontvázak, és van valami amúgy az undeadek ellen, csak már nem emléksz, hogy mi az, ami az undeadek ellen van nekem. Amúgy azt meg lehetne próbálni a lökést. 50%. Nem jött össze. Az arcába állunk. Ja, tényleg az új némítós kard az... Az mehetne, igen. Gyorsan elhalványulok, meg kell gyó... Fú. Jó. 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 Ide jövünk vissza. Az 50% bejött neki. Na, amúgy van egy olyan hírem srácok számotokra, hogy ezt nem nyomjuk végig. De azért felkészülünk a következő streamre. Na, tehát többek között ezt berakjuk. Az új pallost, és lemegyünk oda. És mielőtt még elkezdődne az akció, azelőtt mentünk. Bármi balul sül el. Szóval van amúgy valami ma az undeadek ellen. Egyébként. Valamivel jó vagyok az undeadek ellen, de... Tég volt, igaz se volt.
Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Na, er führt. Itt ugorjatok át. Ugorjatok át. Ugorjatok át. Jó. Keep back. It will take my effort. Quite some concentration to secure Aelin. Hold your tongue, Aelin. Dead man. Let us make short work of this. Igen, pszichonikus visszatás ellen varázs. Igen. Na, és akkor ködjárással bemegyünk oda. És akkor kezdjük. Tehát, támadás 1. Támadás 2. Fogunk egy ilyen lélekbigyulázót. Összejött. Összejött. Lélekölő. És akkor jön a következő főkész támadás. Hát ez nem volt a legerősebb, de legalább van. Na. Fú. Egy lökés, amúgy. Nem jött össze. A szívás. Azt hiszem, ez szívás. Ez is szívás. Hát Lajos amúgy lehet nem tud lökni. Ha nézzük, mennyire szívás ez most. Shadow Art jön. 16% hátrány. Na akkor, illetve a hit védelmezője. És Gélen kéne javít, vagy gyógyítani. Gél, bírt ki, egyszer. Jó. Vak. Ezt nem hiszem el. Ezt amúgy nem hiszem el. Hogy lehet ennyire lucky az enemy? De hogy lehet ennyire lucky? General, keep back. Jó, mentünk amúgy még egyszer. Harc közben. Let us make short work of this. Nem jött össze az ellenvarázs. Nem baj. Na most. Hasítást, kérünk rá egy hasítást. Hát nem jött össze. Ja, de most, ja most mindenki nyomja? Nagyon jó. Igen, az a gond, hogy ez lézelnek is fáj, de lézel kemény arc. Jó, akkor helyette egy ilyet kérünk. Hát amúgy... Tehát egy... van itt egy olyan, aki... sára, igen. Jeges, tüzes. Wow! Wow! Erzselő csapás. Fool! You think strike
Enged szabadjára belső tüzet egy részét, minden közeli lény sebzést kap és elkezd hevesen égni. Mindig közel vagyunk. Na, jöhet a hit védelmezője. És akkor hílelünk egyet. Ez most így jónak tűnik. Ez most mi volt? Magamra nyomtam véletlen. Shit. Jó. Aha. 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 Hát az a helyzet, hogy sehol nem vagyunk jók. De talán itt vagyunk a legjobbak. Mert onnan talán nem tudnak minket lelökni. Provokálja az alkalmi támadást. Túl messze van. Túl messze van. Na jó, nézzük így. Haló? Haló? Megakadtunk az enemiben? Fenyegetett. Hát, jóló. Nyomok egy elfötöt. És elhibáztunk párat. Hát azt se, nem érjük el. Jó. Hát Shadow Art nagyon rossz helyzetben van. Hát csak 14-et sebzett ránk. Vakság Lajosra. Ne erre reagálj. Valaki kapta. Ott valaki elhullott. Lézel csapkodják. Lajost is csapkodják. 15-öket csapnak rá. Alvás Gél ellen. Ellen varázs. Azokon még van varázslatuk. Jó. Jó. Újra dobunk. Elhibázták. Jó, még egyszer újra dobunk. Jó. Azt a rohadt. Na jó, kilépünk a menübe. Na jó. Srácok. Ezt fogjuk legközelebb csinálni. Nagyon jól haladtunk. És ez a csata csak még jobban felcsigázott. Örülök, hogy a Gitjankikrék elvégeztünk. Megcsináltuk a hátramaradt kettő mellékküldetést. És nyomjuk majd tovább ezt a csatát.